Miniszter úr, jelenthet-e lényeges elmozdulás Magyarország eddigi álláspontjához képest a Brüsszelbe írt 2 nappal ezelőtt talán le is küldték levél? Tehát a bizottság felvetéseire tudtak-e konkrét válaszokat adni? Igen, június 27-én járt le a határideje a válaszlevélnek, és akkor 27-én délután el is küldtük ezt a levelet. Ez egy kb. 70 oldalas, meglehetősen részletes válaszlevél, amiben pontról pontra vesszük sorra a bizottság észrevételeit, és hát felsorakoztatjuk a mi érveinket. Ezek általában tárgyszerű érvek, tehát jogszabályi hivatkozások, statisztikai adatok, értelmezések. Én abban bízom, hogy ha nem is minden pontban születik teljes egyetértés, ez szinte kizárt egy ilyen bonyolult ügynél, de el tudunk indulni egy olyan irányba, ami egyrészt bizalomépítés, másrészt pedig meg tudjuk oldani a vitás kérdéseket. Igen, talán ehhez kapcsolódik, hogy a tegnapi hír, hogy az önkormányzati szövetségekkel való tárgyalásai után, ugye legutóbb a megyei jogú városok vezetőjével találkozott, azt a kijelentést tette, hogy már az idén elkezdődnek a kifizetések. Mire alapozza ezt a... Amennyiben aláírjuk a megállapodásokat. Amennyiben. Ez így szól a teljes ír. Igen. És azon vagyunk. Technikailag nagyon közel állnak már egymáshoz az álláspontok. Tulajdonképpen egy politikai lökétre van szükség. És én abban bízom, hogy ezt sikerül az év hátralévő részében megtalálni azokat a szereplőket, akik érdekeltek abban magyar oldalon is, és az uniós oldalon is, hogy Magyarország hozzáférjen ezekhez a forrásokhoz. Ugye itt mintegy 14 ezer milliárd forintnyi operatív programokat finanszírozó pénzről van szó, és 6 ezer milliárd forint körüli az az összeg, amely pedig az újjáépítési alapból érkezik. Intenzív tárgyalásokban vagyunk. Én abban bízom, hogy itt a nyár folyamán, illetve ősszel tudjuk tisztázni a még fennálló kérdéseket, és az év második felében alá tudjuk írni ezeket a megállapodásokat, és akkor még idén elkezdenek jönni az uniós pénzek. Na most a dolgok mögé nézve egy kicsit nem érzi úgy, hogy két malomban őrülnek, tehát ön a technikai részleteket, a szakértői véleményeket sorolja, még a bizottság részén inkább politikai érvek hangzanak el. Tehát ez a distancia, ez valóban leküzdhető? Mert mintha nem is ugyanarról beszélünk. Én abban bízom, hogy igen. Egyrészt az operatív programoknál én ott kezdeném, és az operatív programoknál több a technikai jellegű észrevétel, ott kevesebb a politika, ahol inkább erősebben érezhető a politikai érvek jelenléte, az az újjáépítési alappal kapcsolatos kérdések. De én abban bízom, hogy ez összefügg azzal, hogy a jogállamisági feltételrendszerrel kapcsolatban kaptuk ezt a levelet, most ezt megválaszoltuk. És igazán abban bízom, hogy sikerül ott is rövidre zárni a vitatott politikai kérdéseket. És aztán a feladat az, hogy az Európa jövőjéről szóló nagy politikai kérdéseket pedig próbáljuk meg egy másik szobába áttenni, és azt mondani, hogy nekünk most az a dolgunk, hogy arról állapodjunk meg, amit Magyarország, mint Európai Uniós tagállam egyébként jogosult megkapni, és szűrjük ki azokat az akadályokat, amelyeket a bizottság jelenleg lát ennek a folyosításában. Azt meg tudjuk oldani, akkor szerintem ketté tudjuk választani ezeket a kérdéseket. Egy nagyon lényeges terület, és ezzel is kezdtük tulajdonképpen, az önkormányzati szövetségekkel való megbeszélései során sikerült olyan közös álláspontot kialakítani, hogy legalábbis közeltek egymáshoz az álláspontok, hogy figyelembe tudja venni az önkormányzati érdekeket? Én bízom benne. Ugye a támogatások folyosításakor, illetve a pályázatok írásakor? Nekem jó előiskolám volt itt, hiszen Schwarz Bélával egy kiváló munkakapcsolatot sikerült kiépíteni, tehát van gyakorlatom abban, hogy más párthovatartozású polgármesterekkel is egy közös cél érdekében működjünk együtt. Karácsony Gergellyel is már elkezdődött tulajdonképpen ez az együttműködés, ennek lesz majd egy következő, már kifejezetten négy szem közti, vagy hát mi ketten találkozunk majd, nem konferencián beszélünk, július 11-én. És most az önkormányzati szövetségekkel való tárgyalásnak is az a célja, hogy egyrészt az országos területfejlesztési koncepció, ami most a fél idejénél van, hiszen 14-ben fogadta el az országgyűlés, és 30-ig tart hatályát tekintve, ugye pont a felénél vagyunk. Tekintsük át ennek a prioritás rendszerét, és adjunk az önkormányzatoknak lehetőséget, hogy építsék be azokat a szempontokat, amiket ők még fontosnak tartanak. Másrészt pedig az operatív programoknál együtt kell működnünk, még ha viták vannak is, hiszen csak úgy tudjuk az operatív programokat, illetve az azok támogatására szolgáló pénzeket jól felhasználni, hogyha az önkormányzatok is és a kormányzat is együtt mozog. Bízom benne, hogy ez lesz a helyzet. Most szűkítsük le egy kicsit a képet, és konkretizáljuk ajkára a dolgokat, hogy az itteni fejlesztéseket, a
kormányzati, illetve európai támogatások lebegtetése befolyásolhatja mondjuk a tervezési folyamatot, vagy pedig tehet mindenki úgy, mint a mi sem történt volna, és számíthat a uniós forrásokra, és az eddigi fejlesztési elképzelések nagy valószínűséggel megvalósulhatnak. Hát mi ezen dolgozunk. Ugye itt a legnagyobb falat, ami most itt közvetlenül előttünk áll, ez a Tornapatak rendezése, ami egy több milliárdos program. És több évre szóló program. És több évre szóló és Európai Uniós finanszírozású, de azon dolgozunk, hogy semmilyen fennakadás ne legyen benne lehetőség szerint. Most mivel itt kórházban vagyunk, még egy kérdésem lenne, hogy az egészségügy tervezett átalakítása az ön információi szerint mennyiben érintheti az Ajkai kórházat? Itt gondolok arra, hogy ugye megyékben egy nagy vagy szuper kórházat fognak létrehozni, lehet, hogy kettőt, ugye az Ajka második legnagyobb a megyében, és itt állandó párharc folyik idézőjelben Ajka és Pápa között. Tehát ebben a struktúrában az Ajkai kórház hogyan találhatja meg a helyét, nem fenyegeti-e mondjuk az úgynevezett ügyeleti rendszer bevezetés, ami azt jelenti, hogy mondjuk 4 óra után sebészeti beavatkozást vagy szülészeti eljárást nem indíthatnak itt. Fejlesztési szempontból semmi aggódni valója nincsen Ajkának. Ennek jó jele szerintem az, hogy a biztonság kedvére is hívtam az egészségügyi államtitkát ide a Semmelweis napi ünnepségre. És most zajlik a fertőző osztály felújítása is. Tehát én úgy gondolom, hogy ami a kormányon múlik, és ami támogatást meg tud adni az Ajkai kórháznak, az itt meg fog jelenni. Az egy másik kérdés, az orvos hiány, egészségügyi dolgozó hiány, hogyan jelenik meg a térségben. Mi azon leszünk, hogy sem az Ajkaiak, sem pedig a Veszprém megye nyugati részén élők ne tapasztaljanak semmilyen színvonalromlást. Ennek érdekében fogunk cselekedni, én abban bízom, hogy ez így is lesz. Miniszter úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm.